Hollywood, but a few more letters. Sok éves várakozás után egy emléktábla leleplezésével nyílt meg Magyarország belgrádi nagykövetségének kulturális szolgálata, a Collegium Hungaricum. Orbán Viktor magyar miniszterelnök a kulturális párbeszéd fontosságát hangsúlyozta megnyitón. Az Unió programszerűen vallja a kultúrák közötti párbeszédet. Unió szóim programma szövfredelő, ez a dialog megyi kultúrama. Nekünk ez nem program, magyarok és szerbek számára ez mindennapi valóság. To za nás není program. Za Srbi a Maďary je to jedna svakodnevna stvarnost. Ezért örömmel tölt el, hogy a magyar kultúrának végre lesz háza abban a városban, amely évszázadokon keresztül összekötötte a magyar és a szerb népet. I zbog toga sam veoma srećan i zadovoljan što će mađarska kultura imati svoj dom u gradu koji je vekovima spajao narode. Tomislav Nikolić szerb elnök kiemelte a két ország közötti politikai párbeszéd megerősödését az elmúlt két évben, aminek kiteljesedése a tavalyi közös elnöki főhajtás volt a II. Világháború ártatlan áldozatai előtt Csúrogon. A kulturális intézet megnyitásával ez a kapcsolat most tovább bővül. Isti geografski prostor i upućenost jednih na druge izgradili su čvrste historijske i kulturne veze, a danas nas spaja i zajednička vizija európskej budućnosti našeg regiona. Erős kulturális kapcsolatok alakultak ki, mert a közös térséghez tartozunk, ma pedig már egy európai kultúra köt bennünket össze. Vaša dosledna podrška ostvarivanju naših aspiracija ka članstvu Európskoj uniji je izuzetno dragocena. Az önök támogatása, ami Európai Uniós csatlakozási szándékunkat értve, nagyon-nagyon értékes a számunkra. A Collegium Hungaricum Belgrád központjában helyezkedik el. Impozáns kinézete is becsalogatja majd az érdeklődőket. A tervezett program pedig különleges csemegéket is tartogat. A programok pedig nagyon színesek lesznek, széleskörűek. Én nagyon remélem, hogy talán nem nagyképű és nem túl ambiciózus terv az, hogy fogalommá váljon a Collegium Hungaricum név Belgrádban és Szerbia szerte, mert hogy olyan igényes programokat szeretnénk idehozni. Lesznek itt klasszikus zenei koncertek, jazz koncertek, képzőművészeti kiállítások. A megnyitón Aknai János Kossuth díjas festő, valamint Asszonyi Tamás szobrászművész alkotásaiból nyílt tárlat. A Tomislav Nikolić szerb elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök által átadott belgrádi Collegium Hungaricum a magyar kulturális értékek közvetítését szolgálja Szerbia lakosai számára. A Pannon RTV-t Juhász Gábor tudósította Belgrádból.